Zöld csütörtök volt. A maga ura templomának zöld kövén állt a császár súlyos zöld dalmatikájában és prédikált. Az ősök hagyománya tisztelte meg az évenként egyszeri szent beszédet, melyet az izaposztolosznak, az apostolokhoz hasonlatos császárnak kellett tartania. A hús és test védkeiről beszél, ez volt az örök textus. A bűnbánás sáncaiba kellett bevonszolni a vétkes vágyat, megtisztítani a testet a démonok incselkedésétől, hogy tisztán átszellemülten foghassa fel a húsvéti feltámadás misztériumát. Mánuel prédikál. Ezer és ezer prédikáció emlékei között bolyonghat a képzelet. Ájtatos anakoréták, finom palotabeli papok, Kozmának a hirtelen haragú Goromba öreg pátriárkának kiáltozásai között, s az új pátriárka halk, genetes, római papokhoz hasonló beszédét hallja, s kint a harcok előestén a Duna vagy az Eufrátesz mentén katonapapok harsány, barbár szófűzésekkel telített szavát, amint intonálják a háromszorosan szentet, a Triságion átszelemült alázatában megcsőrennek a rádörrenő ököltől a pikkelypáncélok. Most a császár beszél, egyszer egy évben a hús veszedelmeiről. Az udvar hamusszínű, lila kendőkel leplezi a bűnbánó ruha fényét. Kora reggeltől ott él a templomban, várja az izaposztolos szavát. Mánuel beszél a vétekről, mely folyondárként körülveszi a világot. Sötét arcán redők szaladnak végig, mintha fájdalom ütne rajta tanyát. Hangja könyörgő, megtorpanó, nem félelmes, nem kiált, nem fenyeget. Most ő is ott él a bűnköreiben velük együtt, akik csak a bőtöket tartják be pontosan, a nagy bőtött talán, amikor valamivel kevesebbet védkeznek. Mária, a császárnő is fehérben van. Az elkerített karzató hallgatja férje szavát. Mire gondol? Hisze abban, hogy a Bazileüs most valójában az apostolokhoz hasonlatos? Hisze benne, hogy pap és egyházfő, minden püspökök felett való fejedelem, aki ítélhet pátriárkák s maga a pápa felett is. Antiochia a legjámborabb latinország volt, gyermeki félelemmel csüggött Rómán, szkizmatikusok és pogányok vették körül, gyenge és erőtlen mi voltában a hit és csodasóvárgása erősítette. Antiochiában a római szentatyát minden fejedelmek és királyok fölött való úrnak tisztelték mert volna valaha szószékre lépni egy latin laikus fejedelem. Öltözhetett volna, dalmatikába magára vehette volna az égi kegyelem jeleit. Antióhiai Mária kendőjét arca elé vonta. Nem érezte az Isten közelét. Még mindig reszketett benne valami, mintha Isten káromlása, valami félelmes pauliciánus eretnekség blaszfémiája ömlene valahonnan, hallja a hangot, a császár hangját, a maga ura zöld kövéről, s a hang búg, épp oly szerelmesen s mint a maga ura palotának nászszobájában az első éjszakán, amikor a mezei virágokkal teleszort noszajájához kísérte el kettőjüket a kékek és zöldek fák jáspúvolás nászmenete. Egyetlen reszketésben hallgatja a hangot, Várja, hogy valami történik, ami véget fog vetni az ájtatos játéknak. Érzi, hogy a szó feléje szárnyal, olyan, mint valami forró, szerelmes vallomás. A szó, mely a palota féltet ősi nyelvén zeng, hústól és vágytól búcsúzó, zöld csütörtökig prédikáció. Egyszer vége lesz. Az ima hangja megtölti a kupolák alatt szorongó udvart, ez már jó. A veszély kisebb, s lassan elszáll, ahogy formálódni kezd a körmenet. A processziót ma a császár vezeti, s nem a pátriárka. Ez a szegények alázotta körmenetének jellegét viseli. A császáron nincs díszruha, haját nem fogja össze a gyöngyös abroncs, nincs hatalmának semmi külső jele, egyszerű, hosszú botot visz kezében, széles talpú bőrszandál van mesztelen lábán, köntöse fehér, s ez az egyetlen jele annak, hogy több s nagyobb a többinél, mindazoknál, akik tompa fájdalmas színekkel fejezik ki a nagy heti gyászt. járják az aggok otthonait. Ez a zöld csütörtöki körmenet gyaloglábalnak át a szennyes utcákon, lekerülnek a gyönyörű széles meszéről, a főútról, sikátorok felázott, pinceszagú benyílók felé mennek, melyeket sikossá tesznek a hulladékok, halmaradékok, fonnyat virágtetemek. Ma az alázat napja van. A címek birtokosai, a főmagasságok, fényességek, tiszteletreméltóságok, szebasztosok, a félszemű protoszebasztos, komnenosz János és kotosztepanosz, a nagyherceg is ott lépkednek sár és piszok frecsenései között. Mánuel mögött harmadik a barbár, a magyar herceg, világos köntösben, mely jelképezi rangját és szerepét. Az arc már majdnem görög. Hajának lágy, hullámos esése talán más, mint az idevalók merev, egyenes kisé olajos haja. S a szeme is úgy repked néha, mint vándormadáré. De mozgása tökéletes, beszéde pallérozott, halk és finom, már nem érezheti rajta senki sem az idegent. Plátont, s a kései bölcseket épp úgy idézi, mint bárki az udvar emberei közül. Csak az arcán nem ömlik el az áhítat extázisa egészen. A fő eunok elkapja egy pillantását, amit lenéz a földre, épp egy pocsolyán kell átlábalniuk, és az arcon megjegyzi az utálat önkéntelen villanását. Lám a hercegben az alázat még nem vált vérré, még nem tudta kigyomlálni magából a dőjfösség palántáit. A nép két oldalt térdel, a gyertyákorma végig úszik a párás esős reggelen, a felállított orgonákat gyászpátyol takarja, s nagyobb útkeresztezéseknél rögtönzött emelvényen felfeltűnik egy prédikátor, arcán a Studion Kolostor szent A menet ilyenkor megáll. A császár maga áhítatosan hallgat, bottyára támaszkodva, a kéz a mellett veri. A fehér köntösből kinyúlik a kar, keresztet rajzol, mennek tovább, befordulnak a Pantokrátor Kolostor negyedébe, ahol öregek és nyomorultak várják az évente egyszer megismétlődő csodálatos húsvéti ünnepet. A láps, a köntös sáros, mocsok tapad a bocskorra, a száj belélegzi a kórházak miazmáit, üszkösödő testek szörnyű szagát. De senkinek sem szabad kendőt tennie szája elé, illatszerrel kergetni a szédülést teremről teremre vándorolnak. A szolgák lerakják a nagy kosarakat, a bazileusz az ágyakhoz járul, csókkal illeti a haldokló korcáját. Az udvar szétszéled a nyomorúság városában, s különös, a bazilisz szalátja talán csak mindezt, e kényes sejemhez szokott csodálatos patriciusok, elkényeztetett, agyonfürdetett dámák, most az extázis boldog mosolyával járnak valami szent s önfeledet van a szemükben, kisi a túlvilágon élnek ezen a délelőttön, kezük nem remeg, amikor végig simítják a sebet, s megoldják a beteg köntösét, hogy mesztelen testéhez érjen a bazileusz gyógyító keze. A bazilissa szertartásos arccal áll, mintha minden szem csak őre áll nézne. Mennyivel egyszerűbb volt mindez Antiochiában, ahogy végigjárták az ispotályokat anyjával és két hugával, Filippával és Ágnessel, a kis Ágnessel, aki csak anyjáról testvére, már Sertion véréből ered. Nem volt körmenet, s nem volt-e mennyekbeli felvonulás, színjáték oly mozdulatokkal, melyeknek csak a beavatott tudja értelmét a bazilissa áll egyenesen, keze görcsösen fogja az asztalt, kisé megtámaszkodik, a szédülés és émeigés ereje erősebb az akaratnál. Szeme keresi Mánuelt. A jó császár kezével illet, vagy rárajzolja a homlokokra a keresztjelét. Mária eléri tekintetét, s Mánuel látja, hogy nem lehet legyőzni a természetet. Ám Bizáncban minden ómen ő maga nem hagyhatja abba a processziót, mert ebből bajos jeleket olvashatnának. Meg sem rövidítheti az előírt szertartást, minden beteg áhítja. Azok talán legfőképpen, akiknek élete már egyetlen kegyes ige szállán függ. Szeme keres valakit, megakad Bélán. Mintha ugyanezt a sápadságot látná arcán, ugyanazt a riadt, makacs akaratot, hogy minden undorodás ellenére végigjárja az utat, mint Márián csak halálosan sápat s finom ajka közt végigszaladó remegés árult el, hogy másfajta, más ösztönökkel és indulatokkal kell küzdenie. A test másfajta ellenkezései gyűri le, mint azok, akik bizánciaknak mondhatják magukat. Tekintete egybefogja a két arcot. Béla felé hajlik, míg elindul a következő átsor felé. Menj úrnőthöz, s kísért ki a levegőre. Mária elértette a jelt. Megfordult, az udvartartás ma nem borult le előtte, ma mindenki csak Morsz imperátor árnyékában áll, egyformák a szenvedés végtelen sokasága előtt. Könnyebb volt ma feltűnés nélkül átmenni a kis benyílóból az előterembe, onnan a kertbe, melyet ellepett a tavaszi virágáradás. Egy padra ereszkedett le, melynek támláján kis tábla hirdette, hogy gyógyult beteg fogadalmas ajándéka. – Merci! – mondta önfeledten anyanyelvén, mert minden súlyos volt, a mozdulat, a kéz, a szemhéj, mely egy pillanatra leereszkedett. Béla állt előtte, s mosolygott. Ketten idegenek. A császárnő néhány évvel idősebb nála, de talán annál inkább csodálja ideges változó szépségét, színeit, szemének játékát. S Mária is tudja, hogy alexios barbárnak, franknak, latinnak csúfolják, mert mindenki barbár, aki nem szent birodalomban született. Talán gyűlölnie kellett volna a fiút, s cselszövények hálójával borítani el az útját. Ő az utód, akiben a bazileusznek kedvetelik, s idegen épp úgy, mint azok a frankok és latinok, akiket a császárnő magával hozott az antiókiai grófok és familiárisok közül. Miért éppen ő? Mert Mánuel sóvárog a magyar korona után, provinciákban gondolkozik, Spannónia talán ezer esztendeje már, hogy leszakadt a birodalomról, s most ő lesz az, aki újból messzi éjszakra kitolja a limeszeket. Vagy csak azért, mert nem bízik a komnenoszokban, a többi görögben, hogy hűségesek lesznek, nem ütnek pártot, nem írtják ki az ő ágát, megvédik a leánygyermeket, s megvédik az asszonyt, aki a baziliszta címét viseli. Jobban bízik-e benne, mint dukaszokban, glabraszokban, szkleroszokban, palaikoszokban? Hisze ennek a fiúnak, akinek tűz van a szemében. Nyúlánk szép hangú, tiszta, a szem örömmel szalad végig az arcának vonásain. Miért gyűlölje a másik idegent? Értelme nyílt, megérti a beszédet, az udvari illem kevés módot ad arra, hogy egymás között beszéljenek. Most itt, a pantokrátor elhagyott nedves kertjében helyet mutat maga mellett a padon. Leülhetsz, uram. Miért mondja szent felséged nekem, uram? Úgy hallottam, e címmel illettek téged otthon a magyarok. Ha hazádra gondolsz, jól esik. Fiú voltam, amikor elmentem. A fiúknak még nem jár otthon titulus. Kis herceg, mondják az idősebbek a szolgák. A bárók sokszor csak annyit mondtak Béla. Húsvét másnapján jön el a te felmagasztalásod ünnepe. Boldog vagy? Anyámra gondolok, ha láthatná, ha a bátyám láthatná. Nem gyűlölöd bátyád, mert nem adta ki részedet? Még mindig nem a tiéd a két déli provincia. Miért mondjam, úrnőm, hogy gyűlölöm? Együtt nőttünk fel. Mi hárman István és Géza együtt voltunk. Úgy hallom, száz. Ez lesz az első háborúd. Az Úristen akaratából inkább béke legyen közöttünk, mint háború. Jussodért még. Lángot vető hajókon megyek. A kalandiákat ismerik a magyar parton. Görög katonákkal kell átlépnem a határokat. Mondd asszonyom, szonyom, sokszor gondolsz Antiókiára? Miért kérded? Az első évben sírtam, amikor még fiú voltam. Lassan megszoktam. Kevés ember van, akivel magyarul beszélek. Álmaimban már ritkán jön vissza a pám szava. Anyám orosz beszédét is kezdem elfelejteni. Lassan elmúlik a fájdalom. A gyökér, mint az öreg Teofilaktus mondta, nő mélyebbre ereszkedik. Csak ne gyűlölnének annyian. Ki gyűlöl? Néha azt érzem mindenki. A tiszteletre méltó urak, a császárokonai, a dukaszok és az angeloszok nem fogadnak be maguk közé. Lenéznek, barbárnak tartanak. Ha bántani akarnak, gúnyolják Pannoniát. Így erősödől herceg, s veled van a mátkád, ő segít. Kegyes vagy, hogy róla beszélsz, de látod-e, urnőm, Mária is idegent lát bennem. Már nem igen vétek a nyelvön, s mégis kegyetlen néha, fáj, ha javít. Vágyol-e már, barátom, hogy fejedre tegyék a diadémot, felhúzd a bíbor a lábadra, s az eparha bemutasson a testőrségnek, mint a birodalom új urát? A kérdés félelmes, asszonyom. Mánuel urat tisztelem, s szeretem, mint atyámat. Kívánhatja-e a gyermek, hogy atya után vegye át a trónt? Gyűlölheti-e valaki atyát, aki csak jót tett vele, nyesegette vadhajtásait? Tudom, szereted a császárt. Tudom, ő is bízik benned. De titeket mind a hatalomra neveltek. Arra, hogy sóvárogjatok utána, már otthon arra neveltek gyermekkorodban. És most itt vagy a lépcső első fokán. Neked szabad arról álmodtad, hogy Róma császára leszel. Szabad, asszonyom, mert a vágy néma, és nem szemérmetlen. A császár tanított rá, miként éljek vele. Látod-e, asszonyom, panónia majdnem birodalom nem kis ország, mint Antiochia vagy Jeruzsálem. Ha nincsenek is nagy és hatalmas városai, népe bőséges. Majd nem impérium, csak királya nem mondja császárnak magát. Gőgös vagy, ha hazádról beszélsz. Hazádról, mely nem adja ki jussodat. Kegyes asszonyom, nálunk a déli végek az ifjabb herceg tartására szolgálnak. De nem az övéi, az országé. Ha király lesz, visszaszáll minden a koronára, nem oszthatja szét újból fiai között. Én itt élek, itt nevelkedem. A déli bánságok jussomat képezik, de azért az még pannónia. Még nem a birodalom, nem a szent birodalom. Kijöttem hűsülni, mert nem bírom a szörnyű levegőt, nem tudom nézni a császárt, amint érinti a bélpoklosokat. Kijövénk ide a kertbe, s te most súlyos gondokról, provinciákról beszélsz, országodról, mely messze, nagyon messze van. Ahelyett, hogy vidám kedves dolgokat mondanál, ezt talán megengedi a bőjt is, melyről nem feledkezhetünk meg. Bocsáss meg, asszonyom, untatlak, ezért büntetést érdemlek. Ám te kegyes voltál, hagytál beszélni, a bűn így kisebb, s talán megengesztelhető. Szépen beszélsz, jó mestered lehetett. Andronikos herceg a mina barbárnak mondott, aki nem fog az ősök szava. Hangosan mondta, meg kellett hallanom. Mióta megint itt van az udvarnál, minden félelmesebb lett. Ha rám néz, összeborzongok. A szemét nem lehet elviselni. Hasonlít a császárhoz, de mint farkas az ephez, Alexios. Csak szava szerint alázatos. Megtért bűnösnek mondják, élvezi rangját és méltóságait. Mindenki barbár számára, gyűlöli az idegeneket. A minap is Kerulai rossz példáját dicsérte, aki rágyújtotta a latinokra házaikat, stemplomaikat. Keserű és kemény a szabad. Már régen elhagytad Alexios a gyermekkort. Köszönöm kíséreted és szolgálataidat. Ha viszonozhatom, s szólhatok érted a császárnál, boldog leszek. A körmenet újból megindult, a bőtölők belekeztek a kórusba, feltűnt a császár, a szelid s átszelemű csodatévő, s a két idegen fázósan dideregve állt be a zöld csütörtöki irgalmasok közé. A drómosz ünnepre készült. Először a tanács tagjai teszik le az esküt Alexios a despotész kezébe a régi szokás szerint. Az ősi formula végigkering majd a birodalmon, Eljut a legtávolabbi őrállásba is, melynek tisztjei hűséget esküsznek a császár után való legnagyobb úrnak, aki Mánuel akaratából trónjának örököse, leányának hites mátkája. A császár beszélt szónoki erejének teljességében metaforáinak gazdagsága elvarázsolta a birodalom nagyjait, akik valamennyien kissé szónokok s kissé szofisták is voltak, figyelők s bírálók egy szemében. A császár nem rögtönzött. Szavának nyugodt kadenciája elárulta, hogy magában, legbensőbb termében hosszasan csiszolta a mondatokat. Mintha számot kellene adnia arról, amit tett, nem rendelkeznék egészen szabadon a birodalom sorsa felett. Most a hűségesekhez és a nagyokhoz szólt a fívérhez s az unokatestvérekhez, a legfőbb méltóságokhoz, a logotékákhoz és a stratégoszokhoz, az eunuk kancellária vezetőihez, az egyházi fejedelmekhez. A mondatok így sorjázhattak, ahogy megkövetelik a hallgatók világának változó árnyalatai. Alexiosban Róma új fényt s új értelmet kap. Az Eufrates után boreális vidékek felé indulnak el a légiók. Trón örököse még nem jött gazdagabb s értékesebb jegyajándékkal az örök anya Róma felé. Birodalmat hoz kezébe, mely több, hatalmasabb, mint az ezer éve elvesztett négy provincia. Birodalmat hoz, mely önmagában is erős és hatalmas népe vitéz, urai bátrak, lovai sebesebbek az arab puszták lovainál, aranya folyók és bányák mélyén rejtezik, s a nép szívében szereti azt, akit urának fogad. A nép Krisztus szavát hallja, de nem tisztán, nem a logosz ősi értelmében a római püspök pátyolt von eléje, s ezen keresztül nem láthatja csak az igazság körvonalait. A feladat nagy, szent, egyetemes. E népet példával szeretettel kell megnyerni a csonkítatlan hit számára, s ki lenne erre méltops, alkalmasabb, mint az a herceg, aki legjobbjaik véréből született. Ez az oka annak, hogy Alexios, a tiszteletre méltó ifjú, a ragyogó elméjű despotész még nem tagadta meg egészen apai latin hitét, csupán nevet változtatott, de fejét nem érte még egyszer a keresztvízbősége. A császár őszintén beszél a tanácsosokhoz, akik vele együtt éjts napot egybetesznek, hogy szolgálják a birodalmi javát. Tudják meg, hogy Alexios Herceg nyíltan nem tagadhatja meg a régi latérítust, mert ezzel talán eleve kizárná magát attól, hogy hazájába, Pannonia királyságába visszahelyeztessék, fejére tegye e királyok koronáját, s megnyervén népe bizalmát egyengedhesse útjukat az örök és egy birodalom felé. Mindezt megfontolták. A jámborak s a hívők hisznek, tudják, hogy az úr útjai néha nem nyílegyenesek. Mindezt mondta, csak a drómozban lehet elmondani, s emlékeztet mindenkit esküvésére, s hogy azt, amit itt hall, nem mondja tovább. Alexios fiatal. Sudáran szökkent fel, odatámaszkodott a birodalom törgyéhez. A császára kertész, aki ápolja, öntözi, oltja. Ti is ismeritek tanácsosok, ez ifjú elméjének fényességét. De én nálatok is jobban ismerem Alexioszt. Szívem szeretetével vettem körül, mióta ide érkezett, s azóta figyeltem. Méltó lesz-e arra, hogy koronát hordjon fején, császári diadém díszítse, ura legyen az új Rómának. Figyeltem s bíráltam, mert Isten jogot adott erre, ám kötelességem mi is tette, hogy nekem be kell számolnom sáfárkodásaimról. Ti tudjátok, hogy gyermekem kezével adom át a birodalmat, mert a nő esendő és gyenge, ha egyedül van, de menten erős támasz és hatalmas forrás, ha férfi mellett tölti be legszentebb feladatát. Alexiost megmértem, súlyosnak találtam, méltónak arra, hogy nyomomba jöjjön. Őreá és Mária leányomra szálljon rá a trón, ha az úr akarata úgy hozza, hogy vissza kell adnom mindazt a teremtőnek, amit nekem adott. Kérlek benneteket, tegyétek szívetekre kezeteket, esküdjetek! Alexios nem volt jelen. A logotéta szobájában várt, emelkedésének felmagasztalásának napja ez, de az első ütközetet ő érte a császárnak, aki mindenható, forma és törvény szerint, de nem úr hangulatok, szeszélyek, babonák és eljövendülések felett, itt a drómozban kell megvívnia várt Máriával együtt arra, hogy nyíljék az ajtó, s mindkettőjüket bevezesse a szolgálat tévő eunuch. Várta a végtelen oráció hullámait, melyek lassan elborítják a termet, mint szeszélyes formájú cseppkövek a barlangokat. Máriát nézte. Ott áll az ablaknál, felszegte fejét, nem gyúlt ki rajta az izgalom pírja, nem félt, nem rettegett az aktus szertartásaitól. Jogában élőnek Komnenosznak, az atya egyetlen gyermekének érezte magát, senki sem formálhat több jogot, mint ő, aki hites ágyban tőle fogantatott. Magas volt, anyja arcának merev, egyenes vonásait örökölte, világos szemét, mely alig mutatja a lélek indulatainak változásait. A test mozdulatlan, méltóság teljes volt. Ez a test arra épült, hogy nehéz fénypalástot hordjon, égkövekkel kirakott gyöngyösszárnyú bíborcipőt, kezében jogart, s ha a sor úgy kívánja, vállán a birodalmat is. Nem volt benne gyöngétség, feloldódás. Talán nem sóvárgott oly forron, mámorosan a hatalomra, mint egykoron Konnena Anna, akinek egyetlen pillanat törte szét örökre reményeit, ettől lett öreg, tudós, fakó, kisi az impérium párkája. Mária biztos volt abban, hogy a birodalom övé jog szerint a drómosz termében megható nagy mondatok estek. Sorban járultak a császár elé, öregek, hadvezérek és püspökök. Az ég kegyét kérték, hosszú-hosszú éveket imbokáltak, dicsérték a császári bölcsességet, a lélek jámborságát, mely kijelöli útját a földi halhatatlanság felé. A szó körülmosolyogta Alexioszt, akit jámbornak, értelmesnek, kitűnőnek, hithűnek, szerető fiúnak mondtak. Bőséges trópusokkal, lángoló metaforákkal, melyekben művészet a túlzás, s mégis minden mondat fellebbenti titkos értelmét. Manuel fogadta szavukat, válaszolt halkan, meghatottan, s köszönte nekik hűségüket. A fejét felemelte, egyszerre csak Andronikos szemével találkozott. Vele, aki újból itt él, lénye ráfekszik a tanácsurakra, fekete felhő, félelmes és tovabonuló. Soha senki sem tudja, mikor tör ki a vihar. Arca merev, csodálatos. Megint aranypor van a szakállán, köntöse lila színű hasonlót senki sem mer hordani Andronikos miatt. Az arca barázdás, kegyetlen, ha összehúz a szemét. Még mindig szép, de most már olyan formá, mint keleti satrapák a domborműveken. Kisé vérszomjasan, felelőtlenül. Mánuel nézte. Ha valaki ismerte a császár tekintetét, érezhette, hogy a Bazilleusz majdnem alászkodik. Ünnepet él át, mely házára vet sugarat. Ez az ő egyetlen ünnepe, melynek halk meleg melegceremóniája másfajta, meghittebb, mint a palotta szertartás ünnepei. De Andronikos szemében nem volt irgalom. A drómosz megérezte, hogy most... Ebben a pillanatban történik valami. Miért nem szólsz szeretet, Andronikoszunk? A ház hercege vagy, illő, hogy te tőled a legidősebbtől hallják-e bölcs és kipróbált férfiak a szót. Az úr világosítsa meg elmédet. Andronikos szint váltott. Már az ő szemében is ott ült a köny. Arca sápat volt, keze, mintha reszketett volna, a felindulás elakasztotta szavát, küszködött meghatottságával, hogy formát találjon a gyötrő gondolat formáját. Ahogy felállt, megingott kissé, mint aki nem bírja tartani a testet, mely a lélek háborgásaiban alul maradt. Mintha oda akarna esni a császár lába elé, bár ez szokatlan volt a drómozban, ahol a szertartások leegyszerűsültek, s csak ülések kezdetén s végén mutatták be a tiszteletet, az egyes felszólalók helyükön maradtak, s tekintetüket is rászegezhették a császára. De Andronikos úgy mutatta, mintha zavarban lenne, már elfeledte volna egy kegyes engedelem szokásait. Az ösztön úgy kívánná, hogy leboruljon, formát keressen, egyedül megillető formát a szónak, mely most a Bazileuszhoz érkezik. Nézd el nekem, uram, hogy szavam bizonytalans, s esetlen, de mindent meg kell tanulnom. Öregszem, s egyre nehezebb az emlékezés azokra az időkre, amikor megengedted, hogy véleményem nyilvánítsam a birodalom ügyeiben. Nézd el, nagy uram, tartsd ezt a közügyekben való járatlanságomnak. Tűnődnöm kell, hogy az előttem nyíló ösvények közül melyiket válassza esendő elmém, mely már oly régen csak saját lelke árnyékai között bolyong. Tudom, uram, hogy rövid az időd, s e egyes urak aligha kíváncsiak arra, hogy hallják háborgásaim, téveigéseim történetét. Szavadhoz szólok, mert így kívántad. A szó hatalmas erős, ellenállhatatlan, ha oly magasságokból jön, melyek közt az Szent Értelem honol. Elmém eltompult a magány hosszú évei alatt, nehezen követ a magasságokban egyszerű porból vett embernek érzem magam, egynek azok közül, akik kezük munkájából élnek, megkeresik a mindennapit, s esténként a maguk egyszerű módján meghányják, vetik a birodalom dolgait. Már csak így tudok beszélni, nem a bölcs atyák szellemében, csak azok nyelvén, akiknek látóhatárát berekezti a napnyugta. Nevükben beszélek, s kérlek, uram, hallgass meg, mert lehet, hogy sok-sok bizánci így gondolkodik. Alexios bátor, kitűnő ifjú férfi. Egyike a legnemesebbeknek. Talán hasonlatos is lesz azon régi királyokhoz, Odoakerre vagy Teodorikra gondolnék, akik egykoron joggal ékeskedhettek a patriciusi bíborcsíkkal. De csak saját népük körében voltak királyok. Gondolhatott-e valamelyik arra, hogy Róma császárának mondja magát? Lehet-e valaki Róma császára, mielőtt vérét s étoszát át nem járja Róma szelleme? Te bölcsebb vagy, uram. Tudod, hogy jól választottál, s mi meg is nyugszunk benne. Csak éppen a kisember makacs durva elméjével nem fogja föl a nagy egészet. Nem látja a birodalmat, mely az Eufrátesztől a Dunáig ível. Neki Bizánc, a cirkusz és a Nea világa, s az a császár számára, akivel egybeköti a vérség, melynek ő is az egyszerű ember testével és lelkével részese te tudod, uram, hogy jól választottál, s te vagy a törvény, aki megszabad a csillagok járását. Mi esendőek, tompa elmélyűek vagyunk. Miért vonz be engem, uram, határozásaidba, amikor nem tudom követni szárnyalásodat? Csúszó-mászó az értelem, ha nem éri isteni inspiráció, ihletés, melyet az úr nem tagadhat meg azoktól, akik nevében hordják földi bíborukat. Én nem felelhetek neked, uram, mert nem vagyok méltó arra, hogy tanácsot adhassak a birodalom dolgaiban. És ezért hűséget sem fogadhatok Alexiosnak. Fogadalmat tettem, uram, amikor visszajöttem, hogy csak téged ismerlek el, mint uramat. Kívüled nem ismerek senki mást. Számomra nincs más Augustus és nincs más Cézár, nincs senki, aki ma vagy holnap hordhatja a sarut, senki, csak te és örökkön egyedül te, Mánuel. Az Úr megmérte bűneimet, s lepergette esztendőimet. A vétek esztendői kétszeres rovást ejtenek az életfán. Ezért tudom, hogy én megyek el előtted, Uram, s te jelölöd ki, ha a kegyességed is így tartja, tetemem végső nyughelyét. Miért esküdjek hűséget másnak, valaki másnak, akit nem ismerek? Miért szegjem meg fogadalmam, s miért tegyek erőszakot szívemen? Ments fel alóla, nagy uram, mert te vagy a törvény, az akarat és az erő az impériumban, s mindenki árnyékban él, egyforma árnyékban, amíg te itt, mi közöttünk fényben állsz. Színjátéka csodálatos volt. A hang ezer színéből szőtte, halk, töredezett, fátyolos mondatokból, melyek a végén már úgy zúgtak dacosan és szenvedélyesen, mint a diadal útján felállított orgonák. A hang zuhant, vádoló és szenvedélyes volt, félelmetes, megint a régi pártütő Andronikos az ezer arcú, hozzáférhetetlen, merész és vidám gézengúz, aki végigcsap a szent hagyományon, egyetlen szavával megfordítja a kormányrudat. Régi Andronikosz, aki feltámadt. A sohasem engedelmeskedő. Néhányan voltak a régiek közül, akik ismerték, a többiek úgy hallgatták, mint lelkük zavart, félelmes torzulását, mintha arasznyit elhúzódtak volna, nehogy lázadásának részesei legyenek. Mánuel hallgatta. A hangot, mely kedves volt, melyben nem hitt, melynek ismerte változatait, csodálta, az gyűlölte. Talán nem tudott nélküle élni. Kellett, mint lelkének rosszabbik fele. Ha közönséges drómus tanácskodáson történt volna, talán vitába száll vele, meggyőzi párbajszavakkal, mint ahogy valaha egyszer zárt rostély mögött próbálták egymással szemben lovakságuk fegyvereit. De most törpe volt a játék, s a perc súlyos, nem lehetett megbontani a rendet, mely a császár törvénye volt. A hang más volt, mint bánó el régi hangja, a lágyabb, argumentáló beszéd, a majdnem kérlelő, mely érvek és szellem erejével próbálja rávenni egy makacs, makrancos szellemet arra, amit minnyája helyesnek tartottak, s ami már rég-rég elintéztetett a kancelláriában, s a drómos csak ünnepies pecsétjét veri rá. A császár hangja hűvös volt, magas röppent alá, nem vitázott. Egyedül vagy Andronikos kétségeiddel Bidd Isten elé őket, nyugtasd meg lelkedet. Ha érzésed úgy kívánja, tisztítsd meg a lelki gyomtól, bíráld meg előbb önmagadat, s utána másokat. Kegyes engedelmünkkel, Andronikos, eltávozhatsz. Az ajtó megnyílt előtte. A parancs kegyetlen és szabu volt. Eloszlik-e a varázs? Vajon szétfoszlott-e Andronikos varázsa? Az eunokok figyelték a császár szemét. Nem reszketett hangja, s nem volt benne szemernyi látság sem. A kéz keményen fogta a kristályalmát, minden hatalom jelképét, s a súlyos ritka gömb, mely a világot ábrázolta, eltűnt hatalmas tenyere mögött. Várt, mintha várná, vajon kihajte, gazt Andronikos szava. Mintha azért várakoznék csak, hogy mindenki, aki úgy érez, mint a megbotlott herceg, elmondhassa sértetlenül ellenvetéseit. Ám mindenki csendben maradt. A tollak felemelkedtek a levegőbe. Amit a fejedelem akar, az a törvény. Senkinek sem volt több szava. Kérjük a tanács tétáját, vezesse be a bíborban született Mária hercegnőt, smátkáját, Alexios despotészt, hogy hallhassák mindketten, mit döntött szent bölcsességgel a tanács.